A betakarítás a növénytermesztők egész éves munkájának egyik legfontosabb része. Már csak néhány mezőgazdasági gép dolgozik a határban, hiszen ez a tevékenység lassan véget ér a naptár, és sokkal inkább az időjárás miatt. Az árpát és búzát aratták a gazdák legelőször, az elmúlt hónapban pedig befejeződött a kukorica, valamint a napraforgó aratása is. A mezőgazdasági dolgozók közepes évet könyvelhetnek el az idén, hiszen az időjárás nem volt kedvező a számukra. Tájékoztatta televíziónkat Matkó József falugazdász. Ha általánosságban fogalmazhatok, akkor egy olyan közepes évnek mondható, hiszen ugye mindenkinek attól függően, hogy milyen volt a vetés szerkezete, ugye ez növényenként változó minden évben, hogy milyen hozam, illetve milyen jövedelem érhető el. Ha az év elejétől indítunk, és nyilván, hogy ennek ebből a szempontból, hogy az időjárási viszonyokat vesszük előre, akkor ugye a legjelentősebbét ugye a csapadék kérdés a térségünkben. Az év eleje egy kiegyenlített csapadékot hozott, ami azt jelenti, hogy az őszi kalászosok egy megfelelő mértékű bokrosodást tudtak elérni. Ezt követte egy szárazabb periódus, de ettől független ez nem nehezítette, tehát a jó minőségű talajágyat tudtak készíteni ugye a tavaszi növények alá, és volt egy úgy mondom szárazabb júniusunk, ami sajnos, hogy meglátszott ugye a kukorica fejlődésén. Ezt követően egy csapadékosabb július, ami mondhatni kétszerese volt az átlagnak. A szeptember, illetve az október volt az, ami a éves színnek a dupla mértékű csapadékét eredményezte. Összességében egy 520-530 mm közötti csapadék hullott le eddig Püspökladány területén, a tivizik hivatalos mérései alapján. Július végére, augusztus elejére befejeződött az árpa és a búza aratása. A felvásárlási árak a tavalyi évhez képest az őszi vetésű növényfajták esetében jelentősen csökkentek. A közepes minőségű búzát mázsánként 3800 forintért, a jobb minőségűt pedig 4300 forintért adták el a gazdálkodók. Hogyha értékeljük ugye a kultúrákat, akkor hogyha kalászosokkal kezdünk nyilván, akkor amint említettem, tehát jól tudott bokrosodni, egy jó kondíciót tudott elérni a növény a betakarításig. Sajnos a gomba betegségek miatt ugye ez plusz költséget jelentett az árban. Ettől függetlenül egy jó termés mondhatnák, egy jó termés alakult ki az árpa, illetve a búza esetében is. Nem volt ritka a 6 tonna feletti termés átlag sem. Az átvételi ár az gyakorlatilag ugye 4100-4300 forint között mozgott, attól függ, hogy ki milyen minőséget tudott elérni. Tehát, hogyha egy szélesebb intervallumot nézünk, akkor 3800 és 4300 forint között mozgott a betakarításkori ár, ami a tavaly évhez képest valamivel magasabb, tehát a kalászosok esetében viszonylag ez egy elfogadhatónak mondható. Az őszi hónapokban a sok csapadék miatt az idén késett az aratás, a már beérett állományt pedig a kedvezőtlen időjárás miatt több károsodás, gombabetegségek, madár, vihar és belvízkár is érte, emellett pedig kiemelkedően magas lett a kukorica víztartalma is. A június hónap az egy szárazabb időszak volt, és ugye a kukorica a virágzás idején ugye a legérzékenyebb a csapadék hiányra, és itt ugye a korai vetések megsínlették ezt, tehát kevésbé tudott fejlődni a növény, a termékenyülés sem volt tökéletes, és ennek ugye a vége az lett, hogy a korai vetések egy szerényebb termés átlagot tudtak elérni. Általánosságban elmondható, hogy ez a kukorica esetében egy olyan 8-9 tonna közötti termés átlag, amivel számolhattak a gazdálkodók az idén. Sajnos, hogy mint említettem, a betakarításkor jelentősebb mértékű csapadék, közel 100 mm csapadék hullott, és ugye ez a szárítási költségben meg is látszott, tehát itt a hektáronkénti szárítási költség az 40 000 forint volt, és ez tényleg jelentős a ráfordítások között. A felvásárlási ár az egy ilyen 15-20%-kal kevesebb, alacsonyabb, mint az elmúlt évben. A napraforgó sem érte el az elmúlt évek termés átlagát, és a felvásárlási ára is csökkent az idei évben. Mindent összevetve pedig elmondható, hogy egy közepes évet zártak az idei évben a gazdálkodók. Tudtuk meg Matkó Józseftől.
A napra forgó esetében már másabb volt, mondhatni idézőjelben, hogy ez sem érte el az elmúlt év termés átlagát, egy olyan 2,5-3 tonna közötti termés tudott produkálni. Az átvételi ár viszont itt alacsonyabb volt a tavalyi évhez képest, ami azt jelenti, hogy tavaly betakarításkor körülbelül 10-12 ezer forint volt, most ez nem ért el a 9 ezer forintot sem, és nyilván, hogy említettem, tehát a termés átlag is alacsonyabb volt, így a jövedelmezősége is csökkent a napraforgónak. Ha azt nézzük, nyilván attól függően, hogy kinek milyen vetésszerkezete volt, egy jó közepes évnek mondható a termés szempontjából. Elemi kár, hál' Istennek, annyira nem sújtott bennünket, tehát mint mondtam, tehát egy száraz tavasz volt, tehát a belvíz az nem hátráltatta a munkálatoknak az elkezdését, a csatornák fogadóképesek voltak, viszont ugye az év utolsó felében ez gondot okozott, hiszen ugye a Hortobágy melléki területeken még most is vannak olyan táblák, napraforgója, tehát kukoricatáblák, amelyeket ugye a belvíz miatt nem tudnak betakarítani a gazdák. Október 16-ától elkezdte a kormány a terület alapú támogatások kifizetését a gazdálkodók részére, ami jelentősen megkönnyíti az őszi munkák elvégzését is. Emellett pedig idén is igényelhető volt az úgynevezett termeléshez kötött anyatehén tartás, valamint az anyajuh tartási támogatás is. A támogatás szempontjából az előző évhez hasonlóan a kifizetések előre, tehát előleként folyósította az MVH, ami azt jelenti, hogy az idén ez 226 eurót tesz ki, ennek a felét, tehát ugye 31.001 néhány száz forintot október 16-tól az MVH elkezdett folyósítani. Mint említettem, elemi kár az nem volt jelentős, tehát mindösszesen két személy nyújtott be belvíz miatt elemi kárt, aminek a benyújtása határideje november 30, ők kiértesítésre kerültek, tehát ilyen szempontból nekik a káreseményeknek az elszámolása az folyamatban van. Az állatalapú támogatások esetében ugye a legjelentősebb ugye a terméshez kötött támogatásokon belül nyilván az anyatején támogatás, illetve a agyutámogatás. Ezeket időben a megszokott módon a gazdáknak sikerült benyújtaniuk, és ugye ez április 30-áig kerül majd kifizetésre. A terület alapúnak a második része az elmúlt évben is áthúzódott, tehát ez az 226 eurónak az 50%-a áthúzódott január időszakra, de nyilván ennek az 50%-át már sokan meg is kapták. Az őszi esős időjárás pedig nem csak a betakarítást hátráltatta a szántóföldön, hanem a különböző őszi munkálatokat is, hiszen az átnedvesedett talaj miatt nem tudnak a mezőgazdasági gépekkel a szántóföldekre menni a gazdák. Ugye a szeptember, illetve az október hónapunk erősen csapadékos volt, ez nem csak a betakarítás hátráltatta sajnos, hanem a vetési munkálatokat, elhúzódott, tehát még most is vetik az őszi búzát. Sajnos ilyenkor már ugye a talajminőség az nem olyan jónak mondható, ettől függően, aki időben sikerült elvetni az őszi kalászosokat, megfelelő kondíciók, tehát már bokrosodásnak is indultak, az árpa esetében már túlfejlett is a növény, illetve a repce is, tehát ott nyilván regulátoros kezeléseket ad a repce esetében mindenféleképpen a gombabetegség, illetve az előre a túlerről adott növényi állapot miatt ugye nem lehet kihagyni, de mondhatni jó kondíciónak mennek a télnek. Matkó Józseftől megtudtuk, számos újítás várható a 2015-ös évben, hiszen jelentős változás előtt áll a hazai mezőgazdaság támogatás politikája. Bevezetnek számos új elemet, mint például a zöldítésért járó részt. A legfontosabb az, hogy ugye a közös agrárpolitika reformja következtében ugye új szabályok lépnek életbe a következő évtől, és itt már túl vagyunk egy jó pár tájékoztatón, úgyhogy itt a legfontosabb talán ugye a zöldítéssel kapcsolatos ismereteknek az átadása, ami azt jelenti, hogy a jövő évben ugye két részből fog összetevődni a terület alapú támogatás, van ugye az alaptámogatás, amely egy olyan 143 euró közötti szinten fog mozogni, ezt nyilván mindenki független attól, hogy mit termel, meg fogja kapni, és ezt kiegészíti az úgynevezett zöldítés, vagy zöld komponens, ami egy 81,3 euró, és nyilván ennek feltételei vannak, ugye ezen belül három
olyan követelmény szint található, amit ugye valamilyen szinten teljesíteni kell mindenkinek. Ugye a terménydiverzifikáció az egyik legfontosabb, ugye 10 és 30 hektár között már minimum két növény kell az illetőnek termelni. A főnövénynek az aránya nem haladhatja meg a 75%-ot. 30 hektár felett pedig három növényt kell vetniük, és ami talán az egyik legnehezebb feltételrendszer, talán az a úgynevezett ökológiai célterületnek a kijelölése, ami 15 hektár felett sajnos ez kötelező, és ugye itt még jelen pillanatban jogszabálya nem rendelkezünk, tehát ugye a tájékoztatókon ugye elhangzott az, hogy konkrétan ez a bizonyos ökológiai célterület, milyen növények, úgynevezett másodvetésű vagy takarmánynövény keverékek vetése esetén lehet igénybe venni, vagy melyek azok a tájképi elemek, amik számítanak zöldítésként. Úgyhogy a jövőben milyen is megjelenik a jogszabály, tehát én említettem, egy jó pár tájékoztató már túl vagyunk, meg fogjuk ezt hirdetni, és akkor első kézből ugye akár a televízión vagy rádión keresztül, illetve nyilván a csoportos tájékoztató keretében ugye ismeretet szerezhetnek erről a gazdálkodók. Megtudtuk továbbá azt is, hogy az Európai Uniós kötelezettségünknek eleget téve Magyarországon a tavalyi évben a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálták, és újakat is kijelöltek. Püspökölányt is nitrátérzékeny területnek minősítették, így nem csak művelési, hanem adatszolgáltatási kötelezettségei is lettek a mezőgazdasági gazdálkodóknak, tudtuk meg a falu gazdásztól. Ugye nitrátérzékeny területén nyilvánították 2013. szeptember 30-ától Püspökölányt is, és ugye ez nem csak ugye művelési, hanem adatszolgáltatási kötelezettséggel is jár. Ezzel már ugye szembesültek legalábbis, ami a művelés részét illeti, tehát ez a bizonyos 5 évenkénti talajmintavételi kötelezettség, ez ránk is érvényes, illetve jövő szeptember 1 és december 31 között lesz egy adatszolgáltatási kötelezettség, ugye a felhasznált műtrágy, illetve szerves trágyákkal kapcsolatosan. Itt talán a legfontosabb az, hogy ugye maximalizálták a szerves trágyával kijuthatható nitrogén hatóanyagnak a mennyiségét 170 kg-ban, illetve ugye a műtrágya felhasználás és tápanyaggazdálkodási terv alapján lehet ugye kijuttatni. Tehát ezek a legfontosabbak az, amit szem előtt kell tartani majd a következő évtől a gazdálkodóinknak. A gazdálkodók jelenleg rohammunkában dolgoznak a szántóföldeken, hogy kihasználják a jó időt, de az elmúlt napokban a sok eső miatt nem is tudtak rámenni az átázott földekre. Az őszi mezőgazdasági munkák körülbelül egy hónapot késtek, s a jövő évi termés is attól függ majd, hogy a későn földbe kerülő növények hogyan vészelik át majd a telet, s hogy milyen lesz az idei tél.